Az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt több helyen megáradt és kiöntött a Szerencspatak. Május 18-án a délutáni órákban Abaújszántónál tetőzött 298 cm-nél, majd az árhullám vonult tovább Szerencsont felé. A vízügyi szakemberek és a katasztrófavédelem szakemberei folyamatosan figyelik a vízállást, jelenleg homokzsákokkal védik az ondiak ingatlanjait az áradástól. A magasabb vízállást az is okozhatja, hogy az eddig apasztóként működő árkok lefelé elnyelik a vizet, de a kibetonozott részeken mind a Szerencspatakba jut az összegyűlt esővíz. Időközben a Sajónál a zsilipeket lezárták a magas vízszint miatt, így lelassult az áradás. Most tegnap tetőzött délután 6 óra környékén az abaújszántói vízállás, amely még mindig nem ért ide Szerencshez. Ma délután 14 órát érünk Szerencsen. Még mindig most tetőzik a rátkai szerencsi térségbe. Lezárták az árvízi kapukat. Most ez azt fogja jelenteni, hogy egy kicsit meglassul a víznek a folyása, és lassabban fog lefolyni. Szerencsváros polgármestere, a vízügyi szakemberek és a patak környező részén élők bíznak a csapadékmentességben a következő napokban, és hogy elindul majd az apadás.